Megmondom őszintén, hogy én erre már így felkészültem. Elég régóta írogatom össze ezeket a felfedezéseimet, vagy nem is tudom, és számítottam rá, vagyis hát reméltem, hogy szeretnétek ilyen videót. De egy gyors disclaimer az elején. Hogyha valamit szarul mondok, és te körmös vagy, akkor nyugodtan rúgjál belém igazából, és javíts ki a kommentekben. Tehát én nem vagyok körmös, nem vagyok szakember, ezek az én felismeréseim, hosszú utamon, hosszú géllakos utamon, és úgy gondolom, ezeket a hibákat körülbelül én mind elkövettem, tényleg, és ezek az én tapasztalataim. És most már ott tartok, hogy az összes körmömön szinte mindig fennmarad a géllak egy hónapig. Tehát, hogy ezt így magamnak így garantálni tudom azzal, ahogy én most csinálom, amilyen termékeket én használok. De mielőtt még rátérek a tippjeimre, szeretnék egy kicsit általánosságban beszélni a géllakról és a tévhitekről. Tehát mindig, amikor valaki azt mondja, hogy jaj, hát én csak az esküvőmre csináltatok, vagy én csak egy alkalommal szeretnék géllakot csináltatni, azt mindig úgy nagyon sajnálom, mert nagyon sokan azt hiszik, hogy jaj, hát ez olyan, hogy ez nem beavatkozás a körmödnek, ez csak tényleg olyan, mint a körömlak, csak tartós. Tehát, hogy nem, gyerekek, ez nem így van, ezt felejtsétek el. Tehát, hogyha szeretnél tényleg tartós géllakot, egy tartós, gyönyörű, fényes szint a körmödön, akkor meg kell hozzá reszelni a saját körmödet. Ez így van. És most minden körmös itt szépítheti, hogy jaj, nem, csak nagyon minimálisan, de akkor is, hogyha utána leszeded, a körmöd nem lesz ugyanolyan erős, mint előtte. Ez így van. Tudom, hogy vannak amúgy ilyen hókusz-pókusz cuccok a neten, meg amúgy is nem tudom, hogy nem próbáltam őket. Tehát, hogy most le fogom anélkül szarozni őket, hogy nem próbáltam őket, de én ezekben nem hiszek. Én nem hiszek abban, hogy jön egy varázslatos, csodás géllak, amihez semmiféle előkezelés nem szükséges, csak így rárakod és ott marad. Tehát, hogy ez számomra így nem, ez így nem működik, és szerintem ettől nem is kell azt várni, hogy annyira tartós lesz, mint egy normális géllak. Mint mondtam, nem próbáltam őket, és nem is szeretném, ugyanis én, mikor elkezdtem géllakot csináltatni, azt azért tettem, vagy azért döntöttem el, mert ugye elkezdtem a fogászaton dolgozni, ott meg nyilván nem jó a körömlak, mert nem is csak azért, mert két naponta újra kellene festenem a körmömet, amitől meg hülyét kapnék, hanem azért is, mert ugye azt mondják, hogy nem higiénikus, meg mit tudom én, és sokszor mondják, hogy és sok olyan hely van, sok olyan fogászat van, ahol a géllakot sem engedik, mert hogy nem higiénikus, hát ez legyen a legnem higiénikusabb dolog a fogászaton, tényleg. Úgyhogy én szerencsés voltam mindig, az én munkahelyem az mindig úgy volt, mind a kettő, hogy nyugodtan mindenkinek géllakja volt, tehát hogy ez így nem probléma. Ezért kezdtem el, mert nem akartam két naponta körmöt festeni, nem akartam azzal szembesülni, hogy mindig lepattog. De én tudtam, hogy ha én azt elkezdtem, akkor én azt x ideig biztos, hogy folytatni fogom, és csak akkor szedettem le, mikor például a dentálos vizsgámat csináltam, mert ott tudtam, hogy az iskolában figyelik, mert a gyakorlati vizsgán nagyon durván figyeltek minden ilyen hülyeségre. És de jó, meg is értem. Hát amit ebből ki akartam hozni, az az, hogy a tartós eredmény érdekében mindenképpen fel kell valahogy érdesíteni a körmöt. Nem azt mondom, hogy teljesen le kell reszelni, meg szarrá kell reszelni, de meg kell reszelni, tehát hogy ezzel barátkozzál meg. És még mielőtt nagyon elkezdünk itt körmözni, van néhány dolog, amire érdemes figyelni még az egész procedúra megkezdése előtt. Itt van a puskám amúgy, mert így leírtam egy pár dolgot. Méghozzá az, hogy a termékeid, amiket használsz, azok kompatibilisek legyenek egymással. Tehát mire gondolok most? Nekem is vannak, fogok pár példát mutatni, nekem is vannak ilyen lemókos géllakjaim, amiket eBay-ről rendeltem, fosért, hogy értél, meg 1 euró volt, vagy 1 dollár, nem is tudom már pontosan. És igazából meg vagyok velük elégedve, nem mindegyik ugyanolyan minőségű, de azért a legtöbb az nagyon jó, de érdemes arról meggyőződnöd, hogy ez működik a te alapgéleddel, tehát hogy ezzel a bézgéllel és a fedőlakkal. Mert ha nem, akkor teljesen feleslegesen ruházol be erre. Ez nekem is egy kérdésem igazából hozzátok körmösök, hogy nem tudom ezt pontosan, de szerintem, hogyha nem is működne a kettő, azt ugye úgy látod, hogy így elkezdi,
így elcsúszni a színréteg magán a bézgélen, így összehúzódni, azt hiszem, hogy ez az a jele ennek. És ugye ez azért van, vagy lehet, mert van ezen a bézgélen, meg minden géllakon szinte ilyen ragacsos réteg. Tehát, hogyha ez a ragacsos réteg nem kompatibilis a színnel, akkor ez lesz a vége, akkor így szar lesz az egész igazából. De úgy gondolom, hogy ha ezt a ragacsos réteget te eltávolítod a bézgélről, akkor van esély arra, hogy kompatibilis lesz alap. De ez tényleg, ez egy kérdés számomra, szerintem ez így működhet. Fogalmam sincs. A lényeg az, hogy amit én használok, azok a Crystal Nails-es cuccok, és ez a géllak, ez az IBS, ez kompatibilis azzal, tehát nekem nem kell soha eltávolítanom semmiféle ragacsos réteget ahhoz, hogy jól tudjak velük dolgozni. Úgyhogy én mindenképpen javaslom, hogy azért, ha elkezded, azért ruházz be biztosabb anyagokra, és ne rendelj mindent eBay-en így először. Lehet, hogy ez most egy hülye tipp tőlem, de én biztos vagyok benne, hogy én legalább, hogyha megveszem ezt a kezdőszettet, akkor legalább az alapomat és a fedőlapomat tényleg olyanra szeretném, ami minőségi, és tudom, hogy jó, és tudom, hogy körmösök is dolgoznak vele, és tudom, hogy sok körmös dolgozik ilyen IBS cuccokkal, és nem is mondom, hogy rosszak, nekem is van egy csomó, de mindenképpen érdemes szerintem először jó cuccokra beruházni, tehát hogy a primerekre, a base-re legyen egy-két színed is, ami mondjuk kompatibilis biztosan az adott géllel, és természetesen a fedőlak. Szerintem ez így tiszta, és így mehetsz biztosra. Aztán kiválasztod azt a márkát és terméket, amivel dolgozni szeretné, akkor érdemes utána nézni a lámpázási értékeknek, úgymond, tehát, hogy mennyi idő alatt köt meg az a géllak rendesen, ezt mindegyik gyártónál meg lehet igazából találni, ugyanis az is rengeteg hibát eredményezhet, hogyha nem köt meg rendesen az adott réteg. De kezdjünk is bele abba a körmözésbe. Az előkészületeknél nagyon fontos, hogy teljesen tökéletesen tiszta legyen a köröm. És el se hinnétek, de én is rengetegszer beleestem abba a hibába, hogy így néztem, mondom, nekem nincsen ilyen körömágybőr ott a körmömön, mondom, ezt hagyom is, fel se kell tolni. Nem látszik igazából, csak akkor látod nagyon sok esetben, amikor így elkezded feltolni. Én nem mindig vágom körbe, mert amúgy nekem nincs sok ilyen körömágybőröm, vagy nem tudom, hogy mondjam, de mindig feltolom. És hogyha látom egy bizonyos mennyiség, hogy jó, az már így levágni való, akkor levágom. De mindig tökéletesen told fel mindenhonnan ezt a bőrt, ugyanis teljesen logikus, hogy a géllak az a körmödhöz fog kötni, viszont a bőrödhöz nem fog oda kötni. Ezért itt már előfordulhat az a hiba, hogy elkezd felhólyagosodni, fellevegősödni a körömágynál a lak. Azért, mert rajta van a bőrön. Mikor elkezded a folyamatot? Lereszeled, megérdesíted, esetleg már előkezeled, utána ne rühelődjél, ne pakolásznál, ne vakarózzál. Tehát ezek nagyon aprócska dolgok, és lehet, hogy bele se gondolsz, de hogyha megvakarod egy kicsit is a fejedet, vagy hozzányúlsz a hajadhoz, akkor a zsír az már egyből oda tapad a körmödhöz, és a tartás az már nem lesz tökéletes. Hogyha így megvagy az előkészületekkel, akkor érdemes pillantást vetned újból a körmödre, és megvizsgálni azt, hogy milyen. Ugyanis, hogyha nagyon vékony, hajlékony, gyenge, akkor érdemes az alapgélből mondjuk két réteget feltenni, hogy erősebb legyen, jobb tartása legyen, és így nagyobb esélyed van arra, hogy tartósabb lesz a körmöd. Aztán érdemes megvizsgálni azt, hogy milyen íve van a körmödnek, vagy van-e íve egyáltalán. Az én körmöm az már most majdnem 3 hetes igazából, és még nem csináltam meg, de úgy gondoltam, hogy jó példa is lesz a videóhoz, hogy jó, ez a szín most, ez annyira nem látszik, hogy le van nőve, és visszatérve még a köröm ívre, hogyha egy gyönyörű ível természetes körmöd van, akkor ne akarjál ráépíteni. Mert akkor borzasztóan fog kinézni, majd lehet, hogy teszek be ide valami képet, úgyis tudjátok, hogy miről beszélek, mert ugye a géllaknak az a lényege, hogy ez egy tartós körömlak, és nem az a lényege, hogy úgy tűnjön, hogy valami fék szar van a körmeiden. Tehát mire is akartam kiukadni? Arra, hogyha szép íve van a körmödnek, akkor raksz rá egy vagy két réteg, ahogy szeretnéd bézgélt, követve az ívét a körmödnek, nem kell semmi szart építgetni rá.
Szerintem legalábbis. Ha nincs íva a körmödnek, mint például nekem, akkor nagyon figyelj arra, hogy hogy építed meg ezt a kis domborulatot, ugyanis az se jó, hogyha ha nagyon a körömágyadhoz közel van, és az se, hogyha nagyon a széléhez közel van, mert egyszerűen hülyén néz ki, és nekem se sikerül néha, de itt most megnézhetitek, hogy ez azért így egész jó lett. Ezt az ívét megépít. Aha, így. És érdemes arra figyelnetek, hogy ez a köröm már majdnem 3 hetes, tehát hogy jól le van növe, de még mindig nem néz ki nevetségesen. Tehát, hogy igazából valahogy ez a cél, ezt elérni, aztán nekem is van olyan köröm, mint például ez, ami elég lapos a sikeredet. Én is elkövetek még most is hibákat, de úgy gondolom, hogy még mindig szépek, és még mindig nem mondom meg róluk, hogy ezek igazából kamukörmök. Vagyis hát értitek a sajátom, de van rajta műanyag. Na de megvizsgáltuk a körmeinket, előkészítettük azokat, megvan minden, térjünk is rá a lakkozásra. Én csak egy jó tanácsot tudok nektek adni, mégpedig az, hogy dolgozz inkább több, de vékony rétegben. És ebbe a hibába én is beleestem, főleg a színnél, hogy jó, hát ez nagyon jól fed, ebből egy réteg is elég lesz, és hát azért jól belemártottam azt az ecsetet a körömlakba, és utána rájöttem, hogy sokkal nehezebb nagyon sok termékkel egyszerre dolgozni a körmön, és ott igazgatni, mint hogy egy kisebb mennyiséggel, ugyanis sokkal egyszerűbb azt eloszlatni, egyenletesen eloszlatni, nem folyik meg annyira, nem nagy az esélye annak, hogy buborékos lesz, és ráadásul ugye az sem mellékes, hogy könnyebben megköt a lámpa alatt. Itt van az a kis példa, amit csináltam, hát nézzétek meg, ez ugye egy réteg, nagyon szépen fed, és még azt sem mondanám, hogy úgy nagyon csíkos, tényleg teljesen elfette ezt a kis próbakörmet, de hát nézzétek meg, hogy néz ki. Nézzétek, hogy megfolyt mindenhol. Ide ráfolyt a bőr részre, úgymond, mert ugye ott már a bőr van, milyen a széle, és milyen a formája. Gyönyörű, ugye? Ezért érdemesebb inkább tényleg több réteggel dolgozni, és inkább 3 órán keresztül körmöt csinálni, de akkor az jó is lesz, tartós is lesz, buborékmentes is lesz, és majd megköt a lámpa alatt, és még jó is lesz ránézni. De ugye, ha már a sok termékről beszéltem, és arról, hogy megfolyik, ez ugye nagyon veszélyes lehet, mármint a géllak tartósága tekintetéből. Ugyanis, mint mondtam, a géllak az a körmöthöz köt. És hogyha kicsit is megfolyik, tehát például a bőrhöz, ide a körömágybőrhöz megfolyik kicsit a festék, vagy ide mellé, és ott megköt, igazából a levegőben, tehát hogy nem köt rá ugye nyilván a bőrre, ott fog feljönni. Nem egyből, majd 2 nap múlva fel fog így levegősödni, utána az egész állevegő fog menni, aztán majd szépen így egybe le fog jönni. Tehát, ami a tippem erre, hogyha egy kicsit is látod, hogy megfolyt és ráment, a bőrödre a lak, azonnal töröd le, tényleg, vagy ilyen narancsfa pálcával, vagy ecsettel, amivel tudod, tényleg töröld le, ne menjen a bőrödre, mert tényleg, az csak galibát fog okozni. A következő ponton pedig lehet, hogy nagyon egyértelmű lesz, de arra is figyelj, mert én is ezt elcsesztem annó, hogy a szín az nyilván az alap gélhez fog kötni. Tehát, hogyha nem viszed fel mindenhova az alapgélt, vagy valahol kimarad, és utána rálakkozod a színt, ami meg mondjuk mindent befed, akkor az feljöhet azokon a helyeken, ahol nincsen alapgél. Könnyebben feljöhet. Nem azt mondom, hogy biztos, hogy feljön, de azért jó nagy esély van rá. Mindig van egy kis mondókám a számotokra, de lassan befejezzük. És még mindig a túl sok gélről szeretnék beszélni, tehát milyen is úgymond a tökéletes géllak, vagy mennyi a tökéletes mennyiség, vagy milyen az eloszlása. Az a lényeg, hogy idehoztam az én kis mintám, a kis példamintámat. Tehát az a lényeg, hogy a géllak az úgy kerüljön fel a körmökre, hogy a körömágynál vékony réteg fedi a körmöt, az élnél vékony réteg fedi a körmöt, a széleknél is vékony réteg fedi a körmöt, és ahol több termék van, az igazából így a közepe legyen a körömnek. És ennyi a nagy titok. Most le is pontom, hogy mi történik akkor, amikor az egyes esetek megvalósulnak. Tehát, hogyha ugye itt a köröm ágynál sok termék lesz, az rendkívül
szarul néz ki lenövéskor. Ugyanis most én leszek a jó példa, nálam látható az, hogy egész jól eltaláltam tényleg a mennyiségeket ott a körömágynál, és nem is látszik ez a nagyon durva határ a között, tehát a természetes és a műköröm között, tehát hogy a lak között. Erre igazából én mindig nagyon szoktam figyelni, mert így tehetjük tényleg kevésbé művé az egész történetet, és nem mondom, hogy az enyém tökéletes most, de láthatjátok szerintem, hogy miről beszélek. Aztán csináltam még itt egy másik példakörmöt, ami innen egész jól nézhet ki igazából, viszont mi van akkor, hogyha a köröm éléhez kerül nagyon sok termék, mert én is beleestem ebbe a hibába, mondom, hát ezt nem hiszem, elmondom nekem, mindig ott feljön a lak, vagy alá tudok nyúlni, vagy valamilyen nem működik, majd mondom, jól megpakolom ott az élét, hogy jó erős legyen. Itt is megcsináltam nektek ennél, és láthatjátok is, hogy hát ott ezért elég ilyen bunkós ott a körömnek az éle, de ez nem is a legnagyobb probléma vele, vagyis hát jó, hát elég zavaró nyilván. Nem vagyok fizikus, de amit észrevettem, az az. Tehát, hogy azért fontos, hogy mindenhol a széleken egyenletesen vékony legyen a réteg, hogy úgymond a köröm az egyenletes terelést kapjon. Nem biztos, hogy jól mondom, tényleg, ne kövezzetek meg. És mivel itt az élén több termék van, lehet, hogy jobban fog tartani. De itt a szélein, ahol gyengébb a köröm és kevesebb a réteg, az meg fogja biztos, hogy csinleni, és ilyenkor szokott velem az történni, hogy bereped itt a szélén a körmöm. És ugye még van a harmadik, amikor a köröm szélére kerül jó sok anyag, sokszor azért, mert egyszerűen megfolyik a festék. Nem tudom, hogy itt mennyire látjátok majd, de hát itt is látszik egy kicsit. Hát kegyetlenül néz ki. És tényleg nagyon szarul néz ki. Nagyon szar formája lesz a körömnek, elveszti a formáját, tényleg így ki fog tőle szélesedni, és az egész egy nagy katasztrófa lesz tőle. Na de tegyük fel, hogy mindent jól csináltunk, mindent úgy csináltunk, ahogy professzor Olén Zita műkörömépítő PhD mondta, nincs más hátra, mint a fedőlak. A fedőlaknál nagyon fontos, hogy azt is szép vékony rétegben vitt fel, tehát hogy az se folyjon meg, viszont fedjen be mindent. Tehát a minden az a körömnek a szabadon levő vége is, és mindig azt látom, hogy ne csak a fedőlak fedje azt be, hanem kezeld is le a savakkal, menjen rá bézgél, menjen rá szín az élére a körmönnek, de nagyon kevés. Tényleg figyelj arra, hogy minimális mennyiség megy rá. Egy az, hogy ne legyen ilyen a helyzet, tehát hogy így felkunkorodik a termékektől, vagy a körmöd alá megy, ugyanis oda nem fog bekötni tényleg, főleg, hogyha a retkes is még alatta, tehát hogy onnan fel fog jönni. Ha onnan feljön, akkor levegős lesz, tehát tényleg elkezdődik az egész katasztrófa. Tehát nagyon figyelj arra, hogy nagyon kevés termék kerüljön a szabad végekre, de kerüljön. Tehát, hogy ez nagyon fontos, és még az is nagyon fontos, hogy jól köttesd meg az egészet. Tehát, hogy ne maradjon az egész folyékony. És mint mondtam, ezt meg tudod nézni a gyártónál is, hogy ledes vagy UV-s lámpába mennyi időre kell betenni. Én mindig egy kicsit többre szoktam, és tudom, hogy úgy vagyunk vele, hogy jaj, legyünk már készen, most megcsinálok egyszerre 5 körmöt, de meg fog folyni, gyerekek. Főleg, hogyha melegebb van, meg fognak folyni, szarul fognak kinézni. Úgyhogy én mindig azt csinálom, hogy egyesével teszem be a körmöket. Tehát, hogy mindig csak fél percre rakom be, nekem ledes lámpám van, egy fél percre kiveszem, de addigra már annyira megköt, hogy nem fog mozogni, és mindig az egész kezemet be szoktam tenni, hogy még a friss köt, addig az előzők azok teljesen készek legyenek. A fedőlakot pedig tényleg azért egy 2 percre bent szoktam hagyni a lámpa alatt. Arra is érdemes figyelni, hogy egyenesen tedd be a kezedet, az ujjaidat a lámpa alá, tehát, hogy kimondottan fontos ez a hüvelykújnál, mert így is meg tud folyni, hogyha ilyen ferdén van, vagy akkor az a része, ami ugye nyilván az asztalhoz van közelebb, az nem köt meg annyira, mert a fény nem megy úgy rá, tehát hogy ilyen idiótán kell berakni a lámpa alá, de szerintem ez megér annyi áldozatot. Na kedves körmös szakemberek, vajon átmentem a vizsgán, megkaptam az OK és műkörömépítős oklevelemet most?
Na de mindegy, remélem, hogy valakinek hasznos volt ez a mai videó, és tényleg ezek csak az én tippjeim a sikeresség érdekében, ezen kívül lehet, hogy még van 150 ezer, de én úgy gondolom, hogy egész jól sikerült így összegyűjtenem az egészet. Minden esetre, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok! Várjatok, mielőtt írtok még kommentet, hogy mik ezek a színek és mi van az én körmömön, elmondom nektek, csak ne kelljen még egyszer kikeresnem azokból a dobozokból tényleg. Tehát a saját körmömön a szép kis lenőtt géllakjaim, ezeken a Marilyn Nude in Vogue árnyalata van, aztán ez az árnyalat, ez az IBS körömlakkok közül van, ez a Le Mouque A115-ös árnyalata, A115, a másik, a világosabb pedig a B026, B026.